Nagyon kevés az olyan fesztivál, amely megér egy ilyen kort, 25 évet, úgyhogy én ezúton is gratulálok a fesztivál szervezőinek, hogy 25-ére is sikerült ezt megszervezni. Ezekkel a szavakkal nyitotta meg a 25. Országos Amatőr Pop Rock Jazz Fesztivált Szabó Péter Paks polgármestere november 12-én a Csengei Dénes Kulturális Központban. Hozzátette, Paks a zene és a kultúra városa, ahol létjogosultsága van a hasonló rendezvényeknek. A fesztivál főszervezője Ruf Ferenc volt, aki szerint lényegesen szegényebb lenne a város kulturális élete a tehetségkutató nélkül. Ez fakad abból, hogy tényleg nagyon jó zenekarok jönnek, és ezek a zenekarok viszik a Paks hírét. Most a kárpátaljai zenekarral beszéltem, és azt mondták, hogy élmény volt ezen a színpadon játszani, kiváló volt a hangosítás, ugye egy nagyon jó akusztikával rendelkező színházteremben játszottak, és eddig még kevésbé volt erre alkalmuk, és tényleg csak szuper dolgokat említettek itt az itt élt élményekkel kapcsolatban. A 25. Amatőr Pop Rock Jazz Fesztiválon induló 11 együttes közül a Lunda zenekar került ki győztesen. A Lunda 2021. februárjában alakult. A nevüket egy olyan északi madár ihlette, amely repülni és úszni is tud. Ezzel áthidaló zenei elérést szeretnének szimbolizálni. Több tehetségkutatón indultak már, a neves zsűritagok véleményére Pakson is adtak. Kegyetlen jó zenekar voltok, te nagyszerű hang vagy, de az egész szemben van. Fogadjunk, hogy a tiéd volt az első számnak, az utolsó harmóniájának az ötlete. Zongoristához beszélek. Ugye? Nagyszerű billentyűs vagy. Az összes kritikát, amit kaptunk eddig bárhol voltunk, azt igyekeztünk mindig beépíteni. Volt, amit már így magunktól is tudtunk, volt, amiben a zsűri segített, ami kicsit jobban rávilágítani, de azért összességében alapvetően a zenekar szerintem jó irányba halad, tehát így az ötleteinket így beigazolták a zsűrik, és akkor megerősítést kaptunk, elindultunk abba az irányba, és így sikerült olyan dalokat most már írni és összehozni, meg a régieket feljavítani, hogy buli legyen az egész. A nyertes zenekar jutalma egyebek között fellépési lehetőség a budapesti Öröm a Zene tehetségkutató döntőjén, a 31. Nemzetközi Gastro Blues Fesztivál klubkoncertjén és két másik tehetségkutatón is. A fesztivált a Rói és Ádám trió koncertje zárta. A rendezvényről bővebben is beszámolunk csütörtöki Paletta magazinunkban.